Üdvözlet mindenkinek! Sokszor kerül elő ez a kérdés, szinte mindenhol, és ugyan szerintem nincs -e általános válasz, én a saját tapasztalataim alapján megpróbálom elmondani nektek, hogy én hogyan kezdenék bele a vasútmodellezésbe, ha most indulnék a nulláról. Tartsatok velem a videóba, és hallgassátok meg, hogy mit gondolok erről a témáról. Szóval, kezdjünk bele a vasútmodellezésbe. Tegyük fel, hogy nincs semmim. Szeretnék vasútmodellezni. Hát mi az első dolog, ami az embernek rögtön bevillan a fejébe? Hát, hogy kezdjem el a modellezést? Kezdjem egy startszettel. Na de várjunk egy picit. Milyen startszettel? Milyen méretarányú startszettel? Milyen témájú startszettel? Ugye? Rögtön az első dolognál már kérdésekkel találkozik az ember. Szerintem ami nagyon fontos, hogy még mielőtt belekezdenénk bármibe, nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mérjük fel azt, hogy mennyi helyünk lesz a hobbira. Tudunk-e állandó terepasztalt építeni, vagy csak szőnyeg akarunk. Esetleg csak gyűjteni szeretnénk a vasútmodelleket, egy vitrínbe akár. Illetve szeretnénk-e mondjuk egy kis diorámát, amire föl tudjuk rakni a járműveket, tudjuk őket fotózni, stb. stb. Szóval már az elején el kell döntenünk azt, hogy merre induljunk el a vasútmodellezés útvesztőjében. Aztán ott van a méretarány. Ugye létezik többféle is, ugye N, TT, H0, illetve ugye a nagyobbak, amik hazánkban annyira nem népszerűek, illetve van a kisebb méretarány, ugye a Z, és még van T méretarány is, de ezek már annyira picik, meg annyira kicsi a választék bennük, hogy inkább most akkor ne beszéljünk róla, beszéljünk arról, erről a három nagyról, ami hazánkban ugye létezik, ugye az N, a TT, meg a H0. Már rögtön, amikor az ember szembe találkozik ezekkel, látni fogja azt, hogy a legnagyobb választék az bizony a h 0 méretarányban van, nem csak a hazai modellekből, hanem külföldi téren is. Jellemzően ez az a méretarány, amiből a legtöbb gyártó a legnagyobb kínálatot tartja fönn, utána pedig a TT és az N méretarányok vannak. És akkor itt jön a témaválasztás, hiszen hogyha a hazai témát szeretnénk, akkor célszerű egy olyan méretarányt választani, amiből nagyobb a kínálat, a jövőben könnyen tovább tudjuk fejleszteni a gyűjteményünket. Ebben sajnos a H0 per pillanat verhetetlen, úgyhogy ha hazai témába kezdenék, akkor én mindenképpen a H0 méretarányt választanám. Ugye TT-be is N méretarányba azért jóval szűkösebb választékkal kell majd beérnünk, illetve nagyon sok olyan jármű, ami h 0 méretarányba elérhető, ezekben a méretarányokban jellemzően csak kis szériás gyártók kínálatában lelhető föl, nem lehet mindig őket kapni a boltokba, megrendelésre lehet őket készítetni, így elég nehézé válik a beszerzésük. Ha megvan a téma, akkor a következő, amit én megtennék, az az, hogy végig gondolnám, hogy analóg vagy digitális kezdésnek ugye egy analóg is elég, viszont szerintem az embernek inkább érdemes elmozdulnia a digitális dolgok felé. Sokkal több lehetőség van ugye a digitális rendszerekben, ugye állóhelyzetben is világítanak a mozdonyoknak a fényszorói, a személykocsikban a világítás. Egy kis egyszerű szőnyegvasút esetén, hogyha az ember egy startkészlettel kezd, akkor nem kell szakaszolni ahhoz, hogy egynél több mozdony is járni tudjon a pályán. Szóval én mindenképpen digitális irányba mennék el, és valami olyan startsettet keresnék, amit vagy eleve digitális vezérlővel ad a gyártó, vagy pedig egy analóg startsettet, és mellé néznék egy digitális vezérlést is. Hogy milyen startsettek vannak, ugye a hazai témánál maradva, H0 a méret arányban gyakorlatilag ugye a Pikónak vannak mávos startsettjei, van egy taurusos startsetje, három darab ilyen fantázia játék IC kocsival, illetve van egy traxos startsetje is, a kettőből én inkább a Taurusosot választanám, hiszen a traxosban maga a mozdony se stimmel, tehát ott a trax 1-es mozdony van megfestve MÁV trakciós mozdonynak, ilyenje soha nem volt a mávnak. Későbbi fejlesztések során ugye egy Pico Taurusszal, MÁV Taurus azért tovább jut az ember, mint mondjuk egy ilyen fantáziafestésű játék mozdonja. Ugye a kocsikkal az a baj, hogy ezek a kocsik ezek szintén így kezdésnek egész jók, mávos színűek, de semmi közük nincs a vához. Én szerencsésebbnek tartanám, ha magamnak kéne választani, egy olyan startsetet, amiből nagyjából minden stimmel. Na hát ilyen startset például az ÖBB Herkuleses startsetje. Herkules mozdonyok azért jártak be Magyarországra, tehervonatok előtt azért felelhetőek voltak, illetve a gyeseves területen is húztak ezt-azt néha. A mögötte levő teherkocsik pont azok a járművek, amiket az ember úgy később is fog tudni használni egy teherszerelvénybe, ott kevésbé feltűnő, hogy mennyire egyszerű vagy mennyire fantázia az adott jármű. Egy ilyen startsetet később azért lehet szépen bővíteni, akár lehet mögé venni mondjuk két darab Albestadt egy esőves kocsit, és rögtön van egy olyan kis vonatunk, ami mondjuk átjárt Sopromból Ausztriába. Emellé nyilván kelleni fog az embernek egy vezérlő is, illetve lehet bővíteni a pályát is ugye a piko ágyazatos sínjei, egész jó minőségűek szerintem, és viszonylag könnyen lehet belőlük különböző pályákat létrehozni, illetve ami még fontos, hogy későbbiekben ugye terepasztalra szerelve is megállják a helyüket, akár még úgy is, hogy meghagyjuk a ágyazatot, de az ágyazat aluluk az lecsavarozható, és rendesen szort ágyazatot lehet belőlük kialakítani. Ami még nagyon fontos szerintem, hogy amikor így kezdésen gondolkozunk, amikor azon gondolkozunk, hogy na belevágnék, hogy mennyire bővíthető az, amit mi kiválasztunk. Ugye az ember nem szeretné kidobogatni a már startsetbe megvásárolt dolgait, és tényleg érdemes figyelni arra szerintem, hogy, hogy olyan vágányanyagot legyen a startsetbe, olyan járművek legyenek a startsetbe, olyan vezérlés legyen a startsetbe, amit később fel tudunk használni. Úgyhogy nyilván egy analóg startsetnél, ha később digitálisra váltunk, akarva akaratlanul az analóg vezérlő az menni fog be a fiókba. A kezdésnek egy ilyen startsetten szerintem viszonylag könnyen el lehet indulni, és utána igazándiból az embernek csak az ideje meg a pénztárcája adja meg azt, hogy hogyan bővíti tovább ezeket érdemes megemlíteni azt, hogy, hogy összességében mi is a célunk. Mert hogy ö, hiába szeretnénk egy nagy vasútállomási témát megvalósítani, hogyha nincs rá helyünk. És nyilván ez az a pont, amit sokan nem szeretnek hallani, hogy, hogy bizony van egy olyan része a hobbinak, ahol kompromisszumot kell kötni. Kompromisszumot kell kötnünk a témánál is, kompromisszumot kell kötni a méretaránynál is, hiszen hiába álmodunk valami nagyot, hogyha arra nekünk a belátható időn belül nem lesz mondjuk helyünk, hogy megvalósítsuk. Szóval ne akarjunk tovább nyújtózkodni, mint a takaronkér, hogyha nincs helyünk arra, hogy a későbbiekben egy nagy fővonali állomást modellezzünk, akkor lehet, hogy érdemesebb egy olyan témánál kikötni, ami esetleg egy kisebb helyen is elfér, valami mellékvonali vagy nem törzs hálózati fővonali témával is be lehet érni ilyenkor, ahol rövidebb szerelvények közlekednek, nem fővonali, hanem inkább mellékvonali jellegű járművek, és inkább ebbe az irányba induljunk el akkor. Nyilván még sokkal jobban bele lehetne menni ebbe a témába, én most egyelőre ezt nem teszem. Nagy általánosságban, mivel most megpróbáltam elmondani, hogy én hogy indulnék neki a dolgoknak, és milyen szempontokat vennék figyelembe, még mielőtt belekezdenék a modellezésbe. A többit azt rátok bízom. Írjátok meg kommentekbe, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ti hogy kezdtetek bele a vasútmodellezésbe, és hogy szerintetek még milyen olyan pontok és szempontok vannak, amiket érdemes figyelembe venni azelőtt, hogy az ember belevág a vasútmodellezésbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!